Jövőre lesz 100 éve, hogy aláírták az első világháborút lezáró békeszerződéseket, a trianoni szerződést, ahogy mi Magyarországon ismerjük. Most, hogy készülünk erre az évfordulóra, itt az ideje, hogy megnézzük, hogy ki mit nyert, ki mit veszített, ki látta jól, ki látta rosszul, és hogy a mai magyar gondolkodást és a mai magyar külpolitikát hogyan befolyásolja ez a trauma, hogy tudnélik Magyarország elveszítette a területe nagy részét. Itt van velem a stúdióban Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, történész, aki segít nekünk eligazodni ebben az ügyben. Miniszter úr, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Hát örömmel beszélgetek történelemről, múltról, és hát persze a jelen politikáról is. Tökéletesen önhöz illő téma. Szóval 99 éve történt, és már többedik alkalommal foglalkozunk itt a francia politikában ezzel a témával, de mielőtt a történelmi kérdésekbe belemennénk, nyissuk meg a pletykarovatot. Amikor ön hivatalban volt, mint külügyminiszter, akkor egy nyilván élő traumának érezte, ezt talán nem így kérdezném, de a gyakorlatban hogy találkozott a trianoni szerződésnek a következményeivel, akár amikor franciákkal, akár amikor más partnerekkel tárgyalt? Igen, hát erről nagyon hosszan lehetne beszélgetni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem is lesz elég időnk mindenre. Minden esetre Trianonról annyit szinte minden magyar tud, hogy ez valami rendkívül igazságtalan, súlyos szerződés volt, amit nem volt más megoldás, mint alá kellett írni, mert akár fel is oszhatták volna Magyarországot a területre éhes szomszédok között. De azon túlmenően, hogy a magyarul beszélők, a magyar tudatúak egyharmada a szomszéd államokhoz került, és hát sajnos azóta is hát hátrányos helyzetben levő kisebbségként él, küzd, de Trianonnak ezen a területi rendelkezésen túlmenő következménye is van, és ez 1990 óta én személyesen is tapasztalom, mégpedig az, hogy a világ, és különösen Közép-Európa, vagy egész Európa Trianon miatt nem fogy valamiféle lelkiismeretfurdalással, vagy szánalommal tekintene magyarokra, Magyarországra, hanem egyfajta gyanakvással. Gyanakvással ebben persze szerepet vitt a két háború közötti, és különösen a második világháború alatti Magyarország szerep. Revíziós félelmek. Tehát az, hogy Magyarország egyrészt teljesen jogosan arra törekedett a Trianon után, hogy békés eszközökkel revideálja, felülvizsgálja ezt a szerződést, és ez rövid időre egy, hogy ezt egy angol történész volt, nagykövet, Budapest nagykövet mondta, Brian Cartledge, hogy ez egy Fausti paktum volt Hitlerrel, hogy kaptunk érte néhány jó pár négyzetkilométer területet, döntően magyar lakossággal, de borzasztó árat fizettünk érte, a magyar nemzet megtizedelését, hiszen félmillió zsidó magyar és félmillió nem zsidó magyar harctéren, a gázkamrákban, a hadifogságban, vagy a utcán, gulákban elpusztult. De ezen túlmenően mondhatnánk, hogy a múltat valahol le kell zárni, de 90-ben először mindenki nagy örömmel fogadta, hogy hát vége a kommunizmusnak, vége a vasfüggönynek, felszabadultak ezek a szerencsétlen országok, de utána rögtön megjelent a félelem, hogy na de hát szabaddá válva nem fognak ezek újra egymással veszekedni, vetélkedni, akár háborúskodni, hiszen a két háború között rendkívül rossz viszony volt, nem csak Magyarország is szomszédai között, hanem Bulgária is szomszédai között, stb. Tehát egyrészt találkozta miniszterként azzal a félelemmel, hogy hát Magyarország nem lesz-e békebontó. Azután, mikor a délszláv válság kitört 91-ben, és hát rövidesen kiderült az, hogy ott egy súlyos etnikai háború alakult ki, akkor rögtön fölmerült az, hogy hát Magyarország nem lesz-e, nem próbálkozik-e itten területváltozással valahogy kikanyarítani egy darabot a felbomló Jugoszláviából, és ezzel felborítani a status quo-t, az egész békerendezést. Tehát azt kell látnunk, hogy Magyarország ma annyiban is szenved Trianon miatt, hogy gyalakvással néznek rá, és a szomszédaink kimondva, kimondatlanul azt gondolják, hogy addig, amíg élnek magyarok a szomszédországokban, tehát magyar kisebbségek,
addig soha nem lehet tudni, hogy Magyarország nem tud-e valami módon határokat megváltoztatni, talál-e egy nagyon hatalmas protektort. Ahogy Hitler idejében ez volt, és nem csak, hogy nem volt benne köszönhetően, Hitlernek ez ágában sem volt valamiféle jó indulatot tanúsítani Magyarország és a magyarok iránt, hogyha megnyeri a világháborút, akkor már nem lennénk itt. Jó esetben valahol a mai ukrán területeken tengődne a magyar lakosság maradéka. De az egy ma rendkívül veszélyes dolog azt gondolni, hogy talán Putyin, nem beszélve a kínaiakról, hogy majd valamilyen más nagyhatalom, amelyik nyíltan vagy leplezve, de szemben áll a nyugat-európai rendel, az Európai Unióval, vagy akár ilyen szomszédunkkal, hogy majd annak a jóvoltából kapunk valami koncot. Tehát ilyen értelemben is ezerszer aláírhatunk szerződéseket. Aláírtuk a 47-es békeszerződést. Nem nagyon hiszik ezt el, vagy legalábbis a szívük mélyén, pláne a szomszédaink ebben nem olyan biztosak, hogy Magyarország felől a területük biztonságban van. Hogyha el fognak tűnni a magyarok, ne adj Isten, hogy megtörténjen, vagy hát pár tízezerre edukálódik, akkor már meg fog szűnni ez a félelem a úgymond magyar revizionizmustól. És erre egy példát mondanék, figyelmeztettem már, hogy te sokat dolog beszélni róla, hogy mikor 1990-ben miniszter lettem, akkor egyik első teendőm volt, hogy a szomszéd országokat meglátogassam, és megteremtsük azt a kívánatos jó viszonyt, amit az Antal kormánya programjában is meghirdetett, tehát, hogy jó viszony a szomszédokkal. Ugye volt az a hármas prioritás. Igen, de ugye ennek egyik ugye nyugati orientáció, a másik a jó szomszédság, itt a harmadik, és ez elválaszthatatlan, különösen ettől a másodiktól, hogy a határon túli magyarok helyzete iránti érdekeltség, az ő jogos törekvéseik támogatása, lényegében a fennmaradásuk elősegítése. Na most Prágában 1990. augusztusában tettem egy ilyen hivatalos látogatást, akkor még létezett Csehszlovákia, és hát a sajtó értekezleten nekem szegezték a kérdés, hogy hát Magyarország az új kormány érvényesnek tekinti-e a trianoni békeszerződést. Hát akkor én is újoncoltam még, és gondoltam, nem gondoltam, hogy az ember egy politikusba ott kötnek bele, ahol lehet, és erre először azt mondtam, hogy hát nem tekintjük érvényesnek, mert nem érvényes. Megkökkentek, felmorajlott, elég sok újságíró volt ott, mondtam, azért nem, mert nem a 20-as trianoni szerződés van érvényben, hanem az 1947-ben aláírt, Párizsban aláírt békeszerződés, és azt természetesen az új magyar kormány is tiszteletben tartja. Tehát ez mutatja, hogy ez egy rendkívül érzékeny téma, és ez a következő időkben nem csak az Antal kormányt, hanem minden azóta hivatalba lépő magyar kormány szembe találja magát ezzel, hogy nem fogja felborítani Magyarország valamilyen módon a status quo-t, az európai rendet. Amikor azt a kifejezést használta, hogy az Antal kormány azt a célt is kitűzte maga elé, ugye a három pillér harmadikaként, hogy a határon túli magyarság jogos érdekeit támogassa, ugye ez a jogos érdekei kitétel, ez azért számos többféle értelmezésre adhat okot. Ez vitatott volt akkor, hogy ki mit tekint jogos érdeknek? Ugye ma is hallani arról, hogy területi autonómia, kulturális autonómia, hol ilyen a határon túli magyarság státusza, hol olyan. Ez itt van elásva a gyanakvásnak a forrása, vagy szó szerint a területi revízió félelemben? Hát az alap valóban egy területváltozástól való félelem, és ugye látjuk ezt, hogy Koszovó esetében is nagyon nehéz volt a terület önállóságának elismerése, mert ez felborította először 45 óta a területi rendezést, ugyanis Jugoszlávia felbomlása, vagy Csehszlovákia felbomlása, vagy akár a Szovjetuniói, az a meglévő belső köztársasági határok mentén történt, tehát még a legkisebb területváltozásra sem került sor, éppen azért, hogy nehogy egyfajta precedens teremtődjön. Na most, tehát valóban az alap dolog a területi integritás félelme a szomszédaink részéről. De ez összefüggő azzal, hogy ennek folyamányaként a magyar kisebbség jogaitól nagyban látjuk azt, hogy félnek,
elsősorban az úgynevezett autonómiától. Mert abból indulnak ki, hogy ha egy közösségnek van egy területi, vagy akár csak hát egy ilyen vallásfelekedethez hasonló személye alapú autonómiája, akkor egy kedvező esetben ebből területváltozás lehet. Na most, és ezt azt kell mondani, hogy sajnos erősítik olyan dolgok, mint Katalónia függetlenségi törekvése, vagy akár Skócia, ottani népszavazás. Tehát erre még inkább azt mondják a magyaroktól úgymond félő szomszédok, vagy akár más államok, hogy hát igen, igen, nagyon szép az autonómia, de hát az nagyon könnyen vezethető területi igényhez. És ebből, ha nem is teljesül az igény, de háborúk könnyen keletkeznek. Na most ugye erre a válasz persze az lehet konkrétan Magyarország esetében, hogy egy székely autonómiától már csak azért sem kellene félni Romániának, mert a székelyföldet egy jó pár száz kilométer döntően román rakta terület választja el Magyarországtól, tehát egy ilyen annexió elég nehezen volna elképzelhető. De lehet belső példa más törekvésre? Na most igen, hát egyébként ugye én miniszterként is tárgyalásokon, sajtóban, külföldi sajtóban is számtalanszor hivatkoztam a valódi pozitív példákra. Magyarország számára leginkább ugye a dél-tiroli tényleges autonómia, tehát az Olaszországhoz került Tirol északi részén német lakosság, német nyelvű osztrák lakosság van, és ő nekik ma messze menő autonómiájuk van. Ő ezt személyesen is láttam arra járva. De hát vannak más jól működő példák, Ollandszigetek, amik svéd lakosságú szigetcsoport, de Finnországhoz tartozik, pedig ott van, Svédországhoz van közel, és sok-sok más példa van, az egész világon vannak is jól működő autonómiák. De visszatérve arra, hogy a magyar kisebbség jogait hogy fogadják, tehát nem csak az autonómiát utasítják el, és ami ezzel szorosan összefügg a kollektív jogoknak a gondolatát, tehát az, hogy vannak nem csak egyéni jogok, hanem közösséget illető jogok, hiszen mondjuk otthon a családban mindenki beszélhet olyan nyelven, ahogy akar, de az, hogy nyilvános fórumokon, vagy akár a bíróságon, vagy éppen a kórházban tudja-e használni az anyanyelvét, vagy vannak-e feliratok az ő általa lakott területen, mondjuk a Székelyföldön, hogy az útjelzőtáblákon magyarul is, vagy magyarul van írva, ez már egyáltalán közömbös, és ez a kollektív jogok kérdése ezt jelenti. Na most mondhatnánk azt, hogy miközben a rendszerváltás előtt egyre erősebb volt a nemzetközi közösség kiállása is az emberi jogokért, és nagyjából elfogadták, hogy annak integráns része a kisebbségi jogok, tehát a nemzeti kisebbségek jogai. De ebben a kérdésben valahol egy különbséget tettek, hogy jó, egyéni jogok rendben vannak, de kollektív jogok nincsenek benne a nemzetközi jogban. Hát erről jogászok vitatkoznak, hogy azért bőven van erre is példa, csak egy példát mondanék, amerikaiakkal szoktam ezt használni, hogy kérem, az amerikai indiánoknak ma is vannak rezervátumaik, amelyeket nemzetnek neveznek, ezek ugyanha nem olyan nagyon virágzóak, de sajátos jogrendszerük, például kaszinókat, szerencsejátékokat tartatnak fönn, tehát Amerika is ismeri a területi autonómia fogalmát. De én azt látom, hogy miközben az emberi jogok koncepciója erősödött a rendszerváltás előtt, és hát ez persze egy jó fegyver is volt a kommunista diktatúrával szemben a nyugat számára, 90 óta a helyzet megfordult, és nagyon lassan és nagyon nem szívesen foglalkoznak a nemzeti kisebbségek jogaival. Összemossák ezt az új bevándorlókkal, az új kisebbségekkel, például ebben a franciák mindig nekem azt mondták, hogy hát kérem szépen, hogyha itt az autonómiát elfogadnánk, hogy kaphatnak akár a magyarok Erdélyben, vagy akár Szlovákia déli részén, hát akkor holnap az arabok kikiáltják Strasbourg külvárosaiban az arab autonómiát. És ez pedig, hogy ez a franciák számára különösen ijesztő és elfogadhatatlan. Tehát ez is egy probléma volt, hogy a történelmi kisebbségeket ismerjék el, mint egy külön kategóriát. Azt a csoportot, amelyről
azt szoktuk mi magyarok mondani, ezt angolul még jobban lehet mondani, mint magyarul, hogy ők nem a határokon keltek át, hanem a határok mentek át keresztül, rajtuk keresztül. Tehát ugye ők nem bevándorlók vagy kivándorlók, hanem a határ változást tette őket kisebbségé. Azt mondja meg nekem, említette a II. Világháborút lezáró békeszerződést. A magyar történeti emlékezetben, és ez a kérdés már inkább a történészhez szól, mint sem a politikushoz, miért Trianon maradt meg? Tehát miért nem írta fölül maga a történelem, ahogy történt a történelmi emlékezetet? Igen, hát ugye valóban a köznyelvben sincs benne az, hogy párizsi békeszerződés, és az valami nagy disznóság volt. Ugye esetleg azt szólták mondani, hogy hát a második Trianon, ugye a 47-es békeszerződésre, még hozzátéve, hogy ez még rosszabb volt, mert két falut elcsatolt Magyarországtól, és átcsatolt, vagy hármat Csehszlovákiához csatolt. Tehát ő így él a köztudatban, hogy hát igen, Trianon az volt a nagy trauma. Én is írtam egy könyvet erről, hogy kísérlet a trianoni trauma orvoslására Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben. Ez majdnem egy szemizdat könyv, mert nem nagyon ismerik. Különösen Magyarországon, nem Erdélyben, nagyon jó visszhangja volt. Na tehát visszatérve erre, hogy a 47-es békeszerződésről néha-néha szó esik, pláne volt konferenciákról, aztán 2017-ben is, de nem ismert az, pedig nagyon indokolt volna, hogy igenis itt 1947-ben, vagy mondhatnánk, hogy a II. Világháború alatt és közvetlenül utána volt esély arra, hogy független attól, hogy a rossz, a vesztes oldalon fejezte be Magyarország a háborút, hogy mégis egy igazságosabb határrendezés történik, különösen Romániával szemben, hiszen ő is Hitler szövetségese volt, és sokkal nagyobb erőkkel vett részt a háborúban, mint Magyarország. Na de hát ugye Csehszlovákiát ugye győztesnek mondták ki, tehát Szlovákia tovább volt német csatlós, mint Magyarország, hiszen egészen a háború végéig szinte ott még harcok folytak, és volt a Tiszóféle szlovák bábkormány. Tehát ezzel együtt, hogy 44-45-ben, ezt is jó lenne, ha a magyar köztudatban szerepelne, angol, amerikai részről nagyon erős gondolat volt, tervek voltak, hogy egy jobb rendezést, egy igazságosabb határrendezést Közép-Európában. És noha, ők akkor ugye, már úgy tekintették, hogy a két háború szervesen következett egymásból? Nem azért, hogy logikus, hogy összefüggött. Hát első világháborús rossz rendezés nélkül nincs Hitler fölemelkedése, és nincs második világháború. De éppen az, hogy még maguk a politikusok is, személyesen Churchill, de még Roosevelt amerikai elnök is tudta személyesen, hogy Magyarországgal rondán bántak el. Ezt néhányszor ki is mondták. Churchill még nem miniszterelnökként 39 nyarán két kisgazda ellenzéki politikusnak azt mondta, hogy ha Magyarország most nem halad együtt Németországgal, akkor így mondta, hogy területi követeléseik búságosan kielégítést fognak nyerni. Ha nem történne ez, meg figyelmeztessenek engem majd. De azt is mondta, hogy ha viszont megint a németekkel haladnak, akkor jaj Magyarországnak. Tehát, és ebből fakad az, hogy a külügyminisztériumok, mind a brit, mind az amerikai, nagyon komoly békeerőkészítéseket folytattak háborúra, beleértve határokat rajzoltak, és ezek mind jóval kedvezőbbek lettek volna Magyarország számára a Trianonnál. Miért nem valósult ez meg? Szovjetunió. Sztálin. Sztálin a maga, nem tudom, elfogultságaiból, vagy számításaiból, hogy Románia, az biztos szovjet csatlós lesz, Magyarország esetében ez még kétséges, vagy pedig hát nagyon rossz néven vette azt, hogy Magyarország 41-ben a szovjet ajánlatokat elutasítva csatlakozott a háborúhoz, hiszen pedig akkor ők Erdély tekintetében Magyarországot támogatták, még akár a déli erdélyi kérdésben is Magyarország mellé mutatkoztak. Tehát volt egy ilyen sértődöttség is bennük. Lényeg az, hogy a külügyminiszteri értekezetekkel, amelyek a 45-ös békeszerződést előkészítették, a legmerevebben ragaszkodott a szovjet fél, Molotov, ahhoz, hogy Magyarország
gond a trianoni határokat kell visszaállítani, és miután annyi vita volt már a nyugatiak és a Szovjetunió között, mondhatnánk, hogy fontosabb kérdésekben, német jövő kérdésében a nyugatiakat engedtek. És itt fontos, így a francia témáról szólva. Az lenne a következő kérdés. Igen, hogy a franciák is felülvizsgálták a 20-as döntéseiket, és Bidó francia külügyminiszter maga is ezen a külügyminiszteri értekezleten a magyar határok, különösen Románia vonatkozásában felülvizsgálatát javasolta. A franciák addigra belátták, hogy az osztrák-magyar monarchia szétszedése és megszüntetése az ő geopolitikai érdekeikkel szembe ment? Tehát ez következett, ez a felismerés? Hát nem volt nehéz belátni, hiszen nincs erre időnk, de hát én a történészként is sokat foglalkoztam, meg tanárként a nemzetközi kapcsolatok történetét tanítottam évtizedeken át. Tehát Franciaország arra számított az első világháború végén és a békekonferencián, hogy 20 millióval több a német, mint a francia, ezt úgy lehet ellensúlyozni, hogy Németország keleti határai mentén stabilan németellenes államokat hoznak létre, akik lehetőleg Németországgal szemben garantáltan ellenségesek legyenek, mert vagy a németektől, vagy a magyaroktól jogtalanul, de területeket kapnak, tehát német lakta, magyar lakta területeket kapnak. Ez a garancia arra, hogy Franciaországnak lesz egy keleti szövetségi rendszere. Ez a rendszer ugyan papíron létezett, de nem működött, és nem látjuk, hogy Franciaország is bőven felelős azért, hogy amikor Németország ugye Csehszlovákiát a legsúlyosabb fenyegetésekkel mondjuk hát kényszerítette rá a Müncheni szerződés elfogadására, a csehek nem álltak ellen, nem is próbáltak meg, és a franciák is, meg az angolok is csak azt tanácsolták, hogy hát belátjuk, hogy a 3 millió németet nem volt helyes Csehszlovákiához csatolni, sőt 1 millió magyart sem, tehát ezteket a határokat meg kell változtatni, és akkor majd béke és nyugalom lesz. Tehát ezt a franciák a 30-as évek végén mindenképpen látták, és ezt 45-ben hajlandók is lettek volna elismerni, és számunkra kedvezőbb változásokat hozni létre az európai határokban. Ugyanakkor a francia-magyar kapcsolatokat, ha nem is feltétlenül diplomáciai szinten, de a néplélek szintjén, a közgondolkodás szintjén, ennek ellenére, mondjuk a 47-es belátások ellenére, ezért terheli ez a kérdés. Tehát mondjuk én francia szakértőként rendszeresen találkozom azzal, hogy hát nem szeretem a franciákat, mert Trianon, ami azért nyilván egy árnyaltabb kérdés. Mit lehet ezzel tenni? Ugye jön ez a 100 éves évforduló. Nagyon sokat fogunk erről a kérdésről beszélni, történelmi, politikai, mindenféle szempontból. Mi az, amit Magyarország, Franciaország, amit adott esetben a két ország kormánya tehet, hogy idézőjelbe tisztázzák ezt a kérdést, és a két oldalú kapcsolatokat olyan irányba tereljék, hogy az közélemény szintjén is elfogadható. Igen, hát, szerethető legyen. Ugye, könnyű félreérteni, vagy félremagyarázni a francia-német megbékélést, ami közismert dolog, és ami nagyon nagy dolog, de hát mondjuk azt ő végül is nem terhelte igazán területi probléma, mert elzárt Lotaringiáról, amelynek a lakossága végül is nem volt német tudatú már a 20. század elején sem, tehát erről a németek viszonylag könnyű szívvel le tudtak mondani. Tehát ott a francia-német megbékélésnek nincs erre egy német kisebbség, amely Franciaországban ráadásul elnyomva lenne, tehát ezért jó, ez könnyebb. Ezzel együtt ez egy nagyon jó pozitív példa kellene, hogy legyen, és én azt hiszem, hogy ha kizárólag a szakszerű és tisztességes történészeken múlna, és ők kellő szereplésre jutnának, akár most a következő hónapokban, az évforduló kapcsán, akkor a magyar társadalomban helyre kerülhetne ez, hogy igen, hát a franciák 1920-ban nagyon mondjuk hát rosszindulatúan viselkedtek, ennek is megvan maga oka, de maguk is belátták, és nem rajtuk múlott, hogy végül is ez a igazságtalan szerződés fönnmaradt, és az is tény, hogy a franciák is azért a magyar kisebbségi jogokat támogatják, ha nem is föltétlenül ennek a kollektív jogok formájában kodifikálását. Azt tegyük hozzá, hogy azt elvi szinten is elutasítják. Azt elutasítják, de az, hogy mondjuk nyelvhasználati jogai lennek, hát a Franciaország
az Európa Tanács egyik, nem csak alapítója, hanem az én időmben ugye egy francia volt az Európa Tanács főtitkára, Cathy Lalumière asszony, aki nagyon erőteljesen támogatta a általában a nemzeti kisebbségek jogainak kodifikálását, és ezzel belül, hogy a legsúlyosabb európai probléma a magyar kisebbségek ügye. Tehát ez sem vált közismerté, és az sem vált közismerté, hogy mondjuk még a rendszerváltozás előtt, annak a küszöbén Magyarországon járva Mitterrand, akkori francia elnök, maga is nyíltan a sajtóértekezlettel nyilvánosan kijelentette, hogy hát ő belátja, hogy ez a trianoni békeszerződés, ez egy nagyon igazságtalan és egy rossz szerződés volt. Úgyhogy tehát a franciákat nem elmarasztalni kell azért, hogy 100 évvel ezelőtt mi történt, hanem be kell vonni abba a kívánatos magyar diplomáciai munkába, hogy igenis a 30 év alatt sem jutott nyugvópontra a magyar kisebbségek ügye, és ehhez nekünk támogatókra van szükség. Nem kiabálni kell, és nem, hogy úgy mondjam, trianonozni, és nem elmenni pár száz embernek tüntetni Versailles-ban, vagy Párizs más pontjain a 20-as békeszerződés ellen. Tegyük az, hogy a franciák nem trianonként ismerik, tehát nem tudják, hogy mi ellen tüntetnek. Igen, igen. Hát ugye most volt egyébként magának a Versailles szerződésnek a 100. évfordulója, ugye, ami Németországot valóban egy diktátummal sújtotta, és ez járult hozzá nagyban Hitler sikereihez, de hát ez az évforduló tulajdonképpen nagy harmóniával zajlott le, és még korábban is. Ugye már réges-régóta közösen emlékeznek a nagy csaták áldozatairól, Verdun, Somme, stb. Tehát Magyarország, ez egy szinte egyedülálló helyzet, hogy Magyarországnak ma is vitája van Romániával egy olyan katonai temető ügyében, ahol magyarok nyugszanak. Az én nagyapám ott harcolt, ő szerencsére nem halt meg, de hát én nekem nagyon sok ismeretem van erről a Uzvölgyi temetőről, magam is jártam ott sokszor. Tehát igazán a 100. évforduló nagyon alkalmas lenne arra, hogy valóban a magyar kisebbségek helyzete rendeződjön. Ehhez nemzetközi támogatás kell elsősorban, és nem utolsó sorban a szomszédokkal kell szót érteni. Na most, hogyha nemzetközi támogatással nyitunk egy új fejezetet, amit 90-ben megkezdtünk, és tulajdonképpen azért sok minden javulás történt a kommunista korszakhoz képest föltétlenül, tehát és születtek olyan konvenciók, amelyeket ha betartana Románia, betartana Ukrajna, ma különösen, nyelvi karta, kisebbségvédelmi keretegyezmény, akkor már a probléma nagyban enyhülne. Az még nem jelentene autonómiát, ami a legjobb megoldás, különösen a székelyföld esetében, de a magyar kisebbség jövője biztosítva lenne. Egy nagyon gyors kérdés, és szinte igen, nem választ szeretnék kérni. Látod esélyt a mai francia politikában, és személyesen Emmanuel Macron francia elnökben, hogy nyitott legyen egy ilyen együttműködésre? Ugye azért NATO szinten van egy csomó feszültség itt az ukrán helyzet miatt. Ebben is magyar félre múlik igazán. Én Macron-t egy nagyon koncepciós politikusnak látom, és szerintem nagyon is van esély arra, hogy akár egy ilyen rossz francia lelkiismeretre is építve, a magyar jogokért, kisebbségjogokért a franciák is álljanak ki. Talán még inkább fognak, mint a németek, akiknél szintén ilyen komplexumok vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, visszavárjuk. Ugye itt a következő egy-másfél évben azért bőven lesz alkalmunk, hogy beszélgessünk erről a témáról. Önöknek szokás szerint köszönöm a figyelmet, és természetesen ezúton is ígérem, hogy nem fejeztük be ennek a témának a taglalását. Addig is, amíg legközelebb érkezünk, hetitv.com és franciapolitika.com oldalakon találnak mindenféle tartalmakat. Az archívumunkat visszanézhetik a YouTube-on, tudják, erről a témáról beszélgettünk már például Ablonci Balázs történésszel is. Szóval találkozunk legközelebb, minden jót, viszontlátásra!